Már korábban, mielőtt Becsejre mentem, tudtam róla, hogy egy tehetséges, nagyon gólerős játékos. Úgyhogy én már úgy érkeztem Becsejre, hogy ismertem őt, és sokat is vártam tőle. Mint játékos, hát egy nagyon érdekes karakter volt. Nagyon érdekes. Gyakorlatilag bármelyik poszton lehetett használni, tehát egy sokoldalú játékos volt, de hát a góllövés volt a mindene. Úgyhogy azért elsősorban azzal törődött, hogy gólt lőjön. De ezt elfogadták a társai, mert nagyon gólerős volt. Hát az a Becsei csapat, amelyiknek én voltam az edzője, az már együtt volt, vagy két éve, amikor én oda kerültem, és egy nagyon erős csapat volt. És Ácó tulajdonképpen az egyik ilyen motorja volt a csapatnak, tehát azt lehet mondani, hogy minden mérkőzésen, szinte minden mérkőzésen ő lőtte a legtöbb gólt. Nagyon érdekes történet. Amikor a Becsei edzője voltam, akkor én is jártam a konditerembe. Ha 10 órakor kezdődött a szárazföldi edzés, akkor ketten voltunk a konditerembe, Ácó és én. Tehát ő már egy órával korábban elkezdte a saját programját csinálni, így aztán később, amikor találkoztunk, akkor sokat emlegettük, hogy mi már ketten korábban elkezdtük az edzéseket, mint a csapat. Hát sok speciális mérkőzésünk volt. Ugye nyertünk 2 jugoszláv bajnokságot, 2 jugoszláv kupát, és 2000-ben bajnokok ligáját nyertünk Becsejen, ahol hát azt lehet mondani, hogy minden játékos fantasztikusan játszott, ő is. De egy ilyen emlékezetes mérkőzés Herceg Noviba, amikor kupa döntőt játszottunk, és Ácó az első negyedben 7-szer ellőtte a labdát, de nem lőtt gólt. A negyedik negyedben meg lőtt 7 gólt. Igen, 12 évig voltam, dolgoztam Kemény Dénessel, 1997-től 2008 végéig. És hát voltak olyan momentumok, Ácónak én erőltettem, hogy ne csak a rövid sarokba lőjön, hanem a hosszúba is, amit aztán egy kicsit megszenvedtünk mi magyarok a válogatottban. Hát nehéz volt fölkészülni ellene, mert nagyon jól lőtt. Úgyhogy mindig megkülönböztetett figyelmet és őrzést kapott a mérkőzések alatt. Hát ennek ellenére azért általában mindig tudott gólt lőni. Hát nagyon szeretném látni, régen találkoztunk. Néha úgy az elmúlt évek folyamán össze-össze futottunk valahol Európában, de jó lenne látni megint, meg jó lenne összehívni megint ezt a csapatot. Igazából nagyon-nagyon élveztem dolgozni velük. Hát üdvözlöm őt nagy szeretettel.